Eddig a KDNP vagy bérelt irodában, vagy valahol befogadva élte a közösségi társadalmi életét, de gyakorlatilag a mai naptól kezdve egy ilyen irodában folytatjuk mindazt, ami a célkitűzéseink megvalósítása érdekében előttünk lebeg. 2014 rendkívül fontos év, hiszen három választást is tartanak Magyarországon, ezt mondta a KDNP megyei elnöke a csütörtöki iroda bemutató sajtótájékoztatón. Széles Sándor szerint Fidesszel közös megyei jelöltjeik jó és győztes jelöltek, akik hatékonyan képviselik majd a megyét a parlamentben. A KDNP a Fidesszel karöltve meg van győződve arról, hogy az öt választókörzetben a megyében a választásokat meg fogja nyerni, csak az arányok lesznek kérdések. Olyan jelölteket sikerült kiválasztani, akik az elmúlt időszakban bizonyították, hogy mind társadalmi, mind politikai szinten képesek az ítélők véleményét megjeleníteni és képviselni, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy ez a munka tovább fog folytatódni hasonló eredményességgel, mint ez idáig történt. Az, hogy a párt megyei irodája itt Győrben nyitott meg, elismerés a helyi szervezet számára. Ezt már a KDNP városi elnöke emelte ki a tájékoztatón. Dr. Pergel Elza szerint a Bajcsi Zsilinszky utca egy szám alatti létesítmény jól szolgálja majd azt, hogy a kampányidőszakban és a választások idején minél több szimpatizánssal építsenek és ápoljanak személyes kapcsolatot. Most a választások előtt gondolom én sokan, azok, akik még nem döntöttek, azok szeretnék jobban megismerni azokat, akikre majd szavazni lehet, akiket választani lehet, hogy képzeljék, hogy gondolják a jövőt, mi az, amiben lehetne rájuk számítani, és ha ezt nincs kitől és nincs hol megkérdezni, akkor az elég nehéz az ő számára is, meg hát a mi számunkra is, hogy magunk mellé állítsuk a szavazót. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy kardinális kérdés volt. A KDNP elítéli a baloldal hangos és agresszív kampányát. A keresztény demokraták eddig is és ezután is inkább a csendes, de hatékony és keresztény szellemiségű munkába hisznek. Nem szeretnénk hangos kampányt, nem akarunk mocskolódást, megpróbálunk olyan kereteken belül maradni, amit a mi eszménk gyakorlatilag a tisztesség és a becsületesség címén megkíván. Nyilvánvaló, hogy semmilyen provokációnak nem szeretnénk felülni, mi sem fogunk ilyeneket tenni, ha lehet, akkor kiküszöböljük ezeket az oldalakat, megpróbálunk úgy eljutni a választóinkhoz, hogy az a pártnak méltó helyet állítson. Az új KDNP iroda mostantól a hét minden napján 10 és 16 óra között várja a szimpatizánsokat, illetve azokat, akik az idén is folytatódó jogsegélyszolgálatra vagy iskolai korrepetálásra tartanak igényt. A jól működő programok ugyanis szintén ebben a belvárosi helyiségben kapnak helyet.